Sziasztok! Stihl FS 400, ez a kedvenc gépem. Egyszer úgy tettem el, hogy csinálok nektek egy videót, hogy csak lesepeltem, nem pucoltam el, hogy lássátok, hogy nem szoktam világolni, hogy nálam nincs megülve benne a kosz. Mennyit szoktam takarítani ezt a gépet, és akkor ide jövünk a hűtőventilátorhoz. Lehet látni? Látszik az írás, hogy ez minden hónap, ahogy mondom, ez 12 éves gép, és még szufla azért bőségesen van benne, fiúk. És akkor, hogy a 350-es mennyit ment, na ezen már látszik, hogy az aranyozott rész, az már nincs rajta. A mágnesen. Úgyhogy a dekni belsejébe is így van kosz. Ennyi van rajta. De most megyek, szépen beáztatok mindent. Ezt itt már előttetek lefújom, ciffel. Úgy, hogy szoktam, hogy nem világolok. Ázoljon meg, lefújom a trafót is, karburátort is, innet is, és akkor szépen átmosom az egészet kefével. Utána jönnek az idomok, megpucolom, csinálok rajta egy kis karbantartást, hogy csak a levegőszűrő maradjon cserére. És akkor beröffentsük. Ez van októberben vágott utoljára. Azutától nem volt indítva. Na addig is. Nektek csak egy szempillantás, nekem ezért egy pár perc lesz. Na, így néz ki, fiúk. Le van mosva. Lefújtam, leöblítettem, még látszik rajta. Jaj, hab, átfújom még kompresszorral, és így tisztította le, láthatjátok a karburátort is. Na de hát ezt nyáron szoktam jobban ilyen nagy takarítást csinálni, mert ősszel meg szoktam pucolni, de most direkt hagytam nektek, hogy megmutassam. Ilyenre pucolta ki a cifa berántót. Van a deknie, az ilyen állapotban, és még itt van a tankvédő, én ezt is leszedem róla megpucolni, és sok gépen látom, hogy nagyon mocskos, hogy amióta megvan nekik a gép, egyszer nem volt leszedve, hogy abban a mocsokba olajos sárba ül a gép, és nekem a tankalja is tiszta, mindig ügyelek rá, hogy tiszta legyen. Na jó, szedem a többi idomot, pucolom, és akkor mutatom nektek, és csinálok egy indítást is. Na, megpucoltam a levegőszűrőházat is. Átmostam. Hát, kifúhattam kompresszorra, de meg itt ott látszik benne a folyadék. Hagyom megszáradni. A levegőszűrő az ilyen benne, hát elég koszos, muszáj leszek venni. Egy szezonban úgyis 3-at használok el belőle. Vágási szezonban. Úgyhogy így néz ki, ennyit szedett le a cif, én szoktam a szezonban is minden hónap egyszer így átpucolom, totálisan így szétszedem a gépet, és akkor most folytassuk, most felrakom rá a műanyag burkolatokat, áttörölöm a tankalját, és akkor megyünk lefele, átpucolom a deknit, a szoknyát, lezsírzom a szöghajtást, és akkor beindítsuk. Ja, és még valami. Sok videót nézek, és van egy pár haverom, akinek vannak ilyen gépjei, és amikor indítják a gépet, és van az a nyöszörgő hang, na az a halálom, halálom. Ennyit, hogy 4 csavart, meg ennyit csinálnának, és akkor nincs az a nyöszörgő hang a gépnek. Indításkor a berántónak.
Ennyi az egész. Semmi más, fiúk. Ennyit kell csinálni. Négy csavar, oda befújtok. Ha nem akarjátok megpucolni, az se gond. Oda befújtok egy kis védét, és már ne hallgatott. Volt olyan, hogy ó, beveri oda a port. Akkor sincs semmi gond. Újból leveszed, befújtad védével, a védé kimosta. Berántáskor elhallgatott. Remélem, jól látszik. Ez a tank alja. Na, én itt is így átpucolom a gépet. Sehol ne üljön meg a por, a kosz. És most felhelyezzük a tankvédőt. Sok gépen ez sincs meg. De az enyémben ez is megvan, ez a tartályvédő. Hogy lerakás, ahol lerakják olyan szennyezett terepen, kavicsoson, valahol nagyobb tücskő van, hogy ne lyukassza ki a tartályt. Sőt, még a gumipárnák is megvannak benne. Úgyhogy most ezt összehúzgálom, és megyünk, veszem le a szöghajtást, azt is pucolásra. Na, leszereltem a szöghajtást, és akkor most ennek jön a pucolása, zsírzása. Meglátjátok, hogy ezt is milyen állapotba teszem. Ezzel a ciffel. Ezen cserélek pár dolgot, vettem hozzá alkatrészt, ezt is megpucolom. Szatúrvezetőt cserélek, koppintót, hiába jog, de ezt majd szezon közepén elhasználom, úgyhogy újjal indulunk neki a vágásnak, kaszálásnak. Na fiúk, meg van pucolva. Ezt nem ciffel, drótkefével szoktam, és akkor előkészítettem zsírzásra. Nem szoktam most, hogy 5 gram, 10 gram, amennyit bírok, belenyomok. Majd itt is megtankolom, akkor tolom össze. És mindjárt összerakom a fejet, és akkor mutatom a többit. Na, szétszedtem. Itt vannak az új alkatrészek, és a bocsánat, ezek a régiek, és akkor itt van az új, ebbe beleraktam a rugaut, és ahova tettem a két, ja, itt van a két új szatúrvezető, azt is cserélünk benne. Nagyon ezt felcsívélem Damillal, összerakom, és akkor folytatjuk. Lehet, hogy így idegesítő most ez a videó, hogy folyton folyvást megállítom, de hogyha mindent szednék, akkor nagyon hosszú lenne, és nincs vágó programom. Úgyhogy én ezt telefonnal csinálom, úgyhogy muszájuk megállítani, és akkor így töltöm fel. Na, mindjárt folytatjuk.